Honlapon a fekete foglalkoztatók. A NAV oldalán bárki megnézheti, hogy melyik cég foglalkoztatott bejelentés nélkül munkásokat. Ingyenes kerékpárregisztráció. Egyre többen akarják biztonságban tudni bicikliüket. A rendőrség Bike Safe programja rekordot döntött. U20-as magyar győzelem. A szombathelyi szurkolók élőben a Tófürdőn láthatták a jövő vízilabdás világ és Európa bajnokait. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Már elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján a feketén foglalkoztatók listája. Az adatok folyamatosan frissülnek azoknak az adózóknak az adataival, akiknél jogerős és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat állapította meg, hogy nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. A fekete foglalkoztatásnak több fertőzött területe van a gazdaságban, tájékoztatta híradónkat a kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi osztályának vezetője. A munkaszerződés nélküli foglalkoztatás inkább a vagyonvédelmi cégek körében tapasztalható, míg a bejelentés nélküli munka az építőiparra és a mezőgazdaságra jellemző. A munkaügyi hatóságunk minden évben körülbelül 7-800 munkáltatót ellenőriz le évente. Körülbelül fekete foglalkoztatással a 10%-uk érintett. Ez az országos átlag alatt van jóval. Ennek oka az, hogy viszonylag kis lakosságszámú megye vagyunk, és az egyik legmagasabb foglalkoztatási arányjal rendelkezünk. Azaz, itt a teljes népesség 70%-a dolgozik. A munkavállalók így nincsenek rászorulva arra, hogy nelegális úton adják el munkaerejüket. Mostantól pedig az Adó és Vámhivatal honlapján bárki megnézheti, hogy melyik munkáltatónál talál a hatóság bejelentés nélküli foglalkoztatást. Ez egy folyamatosan frissülő lista, jelenleg 4156 adózót tartalmaz országosan. Azok az adózók kerülnek fel, akik munkaviszony létesítésével kapcsolatban nem tettek eleget a bejelentési kötelezettségüknek, és erről már egy érvényes, jogerős, végrehajtható határozattal is rendelkeznek. Petkovics Anikó kiemelte, a munkáltatónak a munkaviszony létesítésekor több kötelezettsége van. Például már a bejelentésnél rendelkeznie kell az új munkavállaló foglalkoztatásra vonatkozó dokumentumokkal. De nem csak a munkáltatót vonják felelősségre, hanem tartja be a szabályokat. A büntető törvénykönyv kimondja, ha valaki tisztában van azzal, hogy feketén foglalkoztatják, az a be nem fizetett adó és járulékkötelezettségek elmulasztása miatt szabadságvesztéssel büntetendő. Egyre népszerűbb a rendőrség biciklimentő akciója. Az országos Bike Safe elnevezésű programhoz Vas megye is csatlakozott. A bűnmegelőzési szakemberek segítségével nem csak az új és nagy értékű, hanem a jól megszokott régi kerékpárokat is ingyenesen lehetett regisztrálni. Regisztrált kerékpár ilyen matrica figyelmezteti az esetleges tolvajokat arra, hogy ezt a biciklit már biztosan nem érdemes ellopni, hiszen egy országos adatbázisban szerepel a fényképe, a típusa, márkája, sőt a színe is. A Vas megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési munkatársai ezúttal a szombathelyi tófürdő bejáratánál várták a kerékpár tulajdonosokat az ingyenes regisztrációra. Ez egy ingyenes és jó lehetőség, teljesen jó. És volt rossz tapasztalatom. Tehát egy évvel ellopták a kerékpáromat, és most mindent meg kell tenni azért, hogy ez ne forduljon elő még egyszer, illetve hogy jó esély van rá, hogy meg lesz, hogyha esetleg elviszik. A hétfő délelőtti rossz idő ellenére is néhány óra alatt több mint 50 kerékpárt regisztráltattak a tulajdonosaik, volt, aki több biciklit is hozott. Elsősorban a lányom biciklije miatt jöttünk el, mert most vettük, vadonatúj bicikliről van szó, és azért a feleségem elhozta az ő bicikliét, illetve hát akkor már eljöttünk, én is biciklivel jöttem, akkor már mind a kettőt regisztráltattuk, mert így biztonságosabb talán, reméljük. Már loptak el több biciklibet, úgyhogy reménykedem a jövőben, hogy talán biztonságosabban, utána kereshető, vagy egyáltalán megelőzhető. Évente országosan több mint 10 000 kerékpárt lopnak el, de ha meg is találják ezeket a nyomozás során, ritkán kerülnek vissza tulajdonosaikhoz. Nyilvántartás hiány ugyanis nincs kinek visszaadni. Ezen segít a Bike Safe program.
Az egésznek a lényege, hogy a kerékpárjainkat egy olyan biztonságos adatbázisba tudjuk berakni, ahol a későbbiek során, hogyha valami történik a kerékpárral, akkor könnyebben megtaláljuk, illetve könnyebben tudjuk azonosítani. Gyakori tapasztalat, hogy akinek ellopják a kerékpárját, jobbára csak a színére emlékszik. Most amellett, hogy a bicikli minden adata bekerül az adatbázisba, egy kis kártyát is kap róla a tulajdonos, emlékeztetőül. A bűnmegelőzési szakemberek legközelebb a Joskarol a napokon, majd a Szavária karneválon várják ingyenes regisztrációval a gondos kerékpár tulajdonosokat. Az akció várhatóan ősszel is folytatódik. Gömbvillám pusztított Szombathelyen szombaton. Megkezdődött az Ízeumi játékok rendezvény sorozata. Két hétre bezár a Berzsenyi könyvtár. Rövid hírekkel folytatjuk. Dörgés, villámlás és viharos szél kísérte szombaton az Alpok aljára érkező hidegfrontot. Rövid ideig, alig másfél óráig tartott a zivatar, ez alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott. Az oladi lakótelepen nehezen folyt el a sok víz az utakról, járdákról. Komolyabb gondot viszont a Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szerint ez nem okozott, azonban a Minerva lakótelepen gömbvillám pusztított el egy tujasort. A lángokat gyorsan eloltották a tűzoltók. A Szöktetés a Szerályból című opera pénteki előadásával elkezdődött az Ízeumi játékok rendezvény sorozata. Mozart végoperáját a rendező Hábetler András új szöveggel tette frissebbé és aktuálisabbá, és a történeten is változtatott. A főbb szerepekben Rácz Istvánt, László Boldizsárt és Nánási Helgát hallhatta a közönség. Konstancát Lőrinc Judit alakította, de megfázása miatt Szakács Ildikó operaénekes ugrott be hangjával a helyére az utolsó pillanatban. A Szavária szimfonikus zenekart Szennai Kálmán vezényelte. Az Ízeumi játékok következő előadása július 26-án az Omega Együttes és az Experidence közös produkciója lesz, a Gyöngyhajú lány balladája címmel. Bezár a Berzsenyi Dániel könyvtár. A nyári szabadságolások miatt idén két hétig, augusztus 7-e és 20-a között szünetel a szolgáltatás. Éppen ezért az ezt megelőző utolsó héten, július 31-től nagyobb mennyiségű, például korlátlan számú könyv kölcsönözhető, ráadásul hosszabb ideig. A részletekről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak. Elsősorban a fiataloknak nyújtott újszerű szórakozást a Color Fesztivál Szombathelyen. Szombaton este a színeket ünnepelték a Ferences kertben, 5 különböző színű por szállt a magasba és a ruhákra 3 alkalommal. Közben koncertekkel szórakoztatták a résztvevőket. Rózsaszín, sárga, kék, zöld és narancs, ez az 5 szín borított be mindent a Color Fesztiválon. Többnyire fiatalok érkeztek, és majdnem mindenki fehér ruhában. Fehér alapú pólón ugye jobban meglátszanak a színek, és ugye mint Color Fesztivál, ugye egy indiai hagyományról beszélgetünk, ami gyakorlatilag Indiában tavasz kezdetét jelenti, és hát ugye még a tavasz, illetve a nyári időszak is a színekről szól. Minél színesebb a nyári vakáció, annál emlékezetesebb. Ezt szolgálta többek között ez a fesztivál is a városban. Szórakozni jöttünk igazából, nagyon jó a buli, tényleg élvezzük. Igen jó hangul, a társaság, nagyon jó. Bejöttünk, és már egyszer eszét is dobáltuk egymásra a port, és hát igen, én nagyon jól érzem magam. A több száz látogató alig bírta ki, hogy ne bontsa fel a sok zacskónyi színes port a 8, 9 és 10 órás kolorsóig. A por egyébként ruhából kimosható és antiallergén. Pont ezért is kerül napközben megrendezésre a rendezvény, hogy a fiatalokat, tehát az egészen fiatalokat is elérjük vele, sokan jönnek ki szülőkkel is, kisgyerekkel is, úgyhogy nagyon népszerű ez a program. Az időjárás őszinte lesz, egy kicsit keresztbe húzta a dolgokat, de ahogy láthatjuk mögöttem már elég sokan úgy megérkeztek ide. Így van, úgyhogy most már elég szép számmal érkeznek a vendégek a rendezvényre, úgyhogy szerintem már semmi se állhat a jó hangulat útjába. A Color Show közös vezényszóra indult, ekkor mindenki egyszerre szórta szét a színeket. Aki erről lemaradt, legközelebb a Fertőtónál és Egerben vehet részt a Color Fesztiválon. Porcelánbaba kiállítás nyílt a Kámoni Arborétum ökoturisztikai látogatóközpontjában. A Háromlelkű Babavilág című tárlaton 200 kézzel készített alkotást mutatnak be.
Ez csak a gyűjtemény alig fele, 500 baba közül hozott egy kiállításra valót Szombathelyre Tóth Erika, aki elsősorban hazai, kézzel készített babákat gyűjt. Mindegyik más és más, szerinte például ez az egyik rokonára hasonlít, és általában a látogatók is megtalálják köztük valakinek a hasonmását. Részben ez a tapasztalat ihlette a mostani válogatást. Azért három lelkű baba világa a kiállítás címe, mert minden babának három lelke van. Egyet a készítő tesz bele, egyet a kislány, aki játszik vele, egyet pedig a gyűjtő, aki szereti és babusgatja. A tárlat különlegessége, hogy a babákat egy-egy szituációba helyezték. Teáznak, kártyáznak, vagy éppen kis autóval játszanak az így megelevenedő figurák. Talán ettől kedvet kapnak majd a játékhoz a nézelődő gyermekek is, reméli a játéktársaság elnöke, aki szerint a kislányok már alig babáznak. Nekünk is vannak kiállításaink, hozzánk is, az idősek térnek be először, és boldogak vagyunk, hogyha aztán elhozzák az unokákat. És valóban az idős generációnak van egy ilyen összekötő szerepe ehhez a baba világhoz, mert a korábbi időszakban az a legtermészetesebb volt, hogy egy kislány babával játszik, és az nevelte őt föl a női életére. A porcelánbaba kiállítás szeptember 24-ig látogatható az Arborétum ökoturisztikai látogatóközpontjában. A magyar U20-as vízilabda válogatott nyerte meg a második OMV kupa küzdelmeit. Horkai György tanítványai a három mérkőzésen összesen 8 pontot gyűjtöttek, amivel magabiztosan utasították maguk mögé riválisaikat. A hagyományoknak megfelelően július vége felé ismét egy rangos korosztályos vízilabda tornára várták az érdeklődőket a Szombathelyi Tófürdőre. A viadalra ezúttal a magyar U20-as válogatott mellett a szerb, a horvát és az ausztrál gárda kapott meghívást. Horkai György szövetségi kapitány felkészülésnek szánta a tornát a szeptemberi világbajnokságra. Elsősorban a csapat kijelölés lesz a cél, és ugyanis a fejlődés és a előrébb lépés az előző tornához képest, ahol játszottunk ugye a Benu kupán két hete. És meggyőződésem, hogy a fiúk jó állapotban vannak, és nem véletlenül csinálunk ilyen erős tornákat, mert ugye ezek a mérvadók, hogy az ilyen csapatok ellen mit tudunk játszani. A Szombathelyen medencébe szálló U20-as válogatottakban több olyan játékos is szerepelt, aki hamarosan a felnőtt nemzeti csapatokban is jelentős szerephez juthat. Így a szombathelyi nézők szó szerint a jövő világ, illetve olimpiai bajnokait láthatták élőben. Én már harmadszor vagyok itt, valaki már talán négyszer is volt. És mindig úgy érkezünk le, hogy rengeteg közönség, rengeteg vízilabda szerető ember van itt, és mindig pozitívan távozunk Szombathelyre. A tornát végül 8 pontot gyűjtve a magyar korosztályos válogatott nyerte meg. A második helyen végző szerb, illetve a harmadik pozícióban záró horvát gárda egyaránt 5-5 pontot szerzett a három mérkőzésén. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!